ezeket a karikákat, ezeket egyszerűen nem tudom most elrejteni. Sziasztok, üdv újra a csatornán! Vasárnap van, és... 3-9, Lili beteg. Mint hallhatjátok. Úgyhogy nem sokat aludtam éjjel. Viszont képzeljétek el, hogy mennyire ügyes nagylányom van. Tegnap a délután is aludt. És hát amikor beteg, akkor szokott délután is aludni. És cumi nélkül. Tehát csak úgy fogta magát, eldölt, cumi nélkül aludt. És este is cumi nélkül aludt el. Nem, tehát nem kérte. Nem azért aludt a cumi nélkül, mert nem adtam oda neki, nem hozta vissza a manó. Hanem hogy úgy nem is kérte. Hanem oda bújt hozzám, elkezdett simogatni, és fél perc már... kidőlt nagyon durván. Kis cuki mókusom, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Amúgy változás van, mert hogy közben a Manóval kommunikált, és úgy döntött, hogy nem legót kér, hanem biciklit. Hát ugye a normál bicikli ez még kicsi, úgyhogy rendeltem neki egy tanuló biciklit. Teljesen hulla vagyok, napok óta nem tudok normálisan aludni. Ez a tanuló biciklizés, ez úgy volt, hogy mikor voltunk bútornézőben a Faktumban, akkor voltak kirakva tanuló biciklik, és ott Lili ment az egyikkel egy kört, és egyből tudta, hogy hogy kell vele menni. Úgy volt, hogy majd húsvétre a nyuszi hoz neki egy tanuló biciklit, de hát akkor most ezt előrébb hoztuk, és akkor majd legót hoz a nyuszi. Majd szülés után, meg hogyha már nem szoptatok, akkor el akarok majd menni ilyen 3-4 hetente, szemoldok és szempilla festésre, úgy döntöttem. Műszempillát nem akarok, mert hogy az lehullik, akkor az csúnya, és nem biztos, hogy nekem mindig lesz időm mondjuk 3 hetente elmenni szempilláshoz. Meg hát nem is akarok annyit költeni erre, őszintén megmondva. Viszont ilyen szemoldok festés, meg szempilla festés idő megtakarítás szempontjából szerintem tök jó lenne, mert hogyha annyit spórolnék reggelente, hogy mondjuk csak egy alapozót kell felrakjak, mert hogy a szemöldököm meg a szempillám ugye normálisan néz ki, akkor van egy csomó időt spórolnék, és egy gyerek mellett azért ez nem egy hátrány. Amúgy aki volt már szemöldök vagy szempilla festésen, az légy írja már meg kommentben, hogy neki mi erről a tapasztalata. Mert ugye neten tök jókat lehet olvasni róla, csak aztán ki tudja, hogy abból ugye mi az igazság. Mert hogy énekben már nem bízok. A tanulóbiciklit először... A tanulóbiciklit először használtam, próbáltam keresni, de nem találtam. Aztán utána kiírtam az egyik anyukás csoportba, hogy keresek tanulóbiciklit, és senki nem jelentkezett, hogy van eladó neki. Úgyhogy akkor megrendeltük a tanulóbicikli.hu oldalról, megrendeltem hozzá csengőt, megrendeltem hozzá feliratot az oldalára, de csak egyet, csak az egyik oldalára. Aztán, hogyha megjött a tanulóbicikli, akkor meg eladom a kis motort, mert hogy nem fogom addig tárolni, amíg Lotti belenő. Szóval pár cipőt is feldobtam valamelyik nap az egyik anyukás csoportban, mert hogy nem akarom addig tárolgatni. Most ezek ilyen 22-23-as cipők, Lili elég hamar használta, tehát hogy ilyen másfél éves korában már 23-as cipőt kellett neki vegyek, vagy hát már nyárom. Annak van majdnem 2 volt, na mindegy. Szóval nem akarom olyan sokáig tárolgatni ezeket a cipőket, majd veszek Lottinak másikat. Úgyhogy most ráálltam arra, hogy mindent eladok, amit úgy gondolom, hogy még nagyon sokára fogunk használni. Illetve így a babakelengyénél is rengeteg mindent veszek, használtam. Például pulyát is használtam, veszem, valójában full új, és még be is van csomagolva, és ránézésre szerintem ott is vették, ahol én szeretném, viszont 3000 forinttal olcsóban árulja, mint újonnan az illető, úgyhogy tökre megéri. Ugye ruhákat is veszek neki használtan, aztán mi az, amit még használtam, veszek? Ja, az a zenélőforgó. Zenélőforgót is 3500 forintért vettem meg, kb. Tök új, tehát hogy tényleg semmi baja nincsen, és ugyanez a fajtát néztem a Brandonban, ott meg 10-11 ezer forint volt, úgyhogy rohadtul nem mindegy. Jó, persze, mint olyan matracból újat veszek neki, babakocsiból, hát nem ez volt a terv, de végül újat kap. Mit tudom én még, miket vettünk meg, mik kellene. Ja, a légzésfigyelőből is ugye használtat veszek,
Adamó hintából ugye csak a kötélezetet veszem meg, mint említettem, és a húzat az ugye Liliről marad. Szóval nem veszek mindenből újat, és szerintem nem kell mindenből újat venni, mert olyan kevés ideig fogják használni ezeket a dolgokat. Például a zenélő forgót is Lili fél éves koráig így tökre jól el volt vele, utána meg már nem érdekelte. Vagy például a pihenőszéket is, azt most még nem veszem meg, mert szerintem most még felesleges, majd, hogyha már hazajöttünk a kórházba, és eltelt egy kis idő, akkor veszek pihenőszéket, mert Lili azt nagyon szerette, de olyat, ami nem zenél, tehát én a zenélő pihenőszék, borzasztó hangjuk van. Na, szóval a zenélő pihenőszéket is, illetve a rezgő pihenőszéket is használtam, fogom megvenni. Lilinek kettőt is vettünk újonnan, az egyik ilyen 9 kilósig volt használható, de azt rohadt gyorsan kinőtte Lili, mert jó nagy darab volt. Amúgy tök durva, hogy visszanézve a régi képeket, nekünk akkor ott nem is tűnt föl, hogy milyen kis Michelin babánk van, de tényleg, és tök pufi volt. Szóval ezt hamar kinőtt, és akkor vettünk egy nagyobbat. Mind a kettőt újonnan, és utána meg potompénzért tudtam csak megválni tőle. Úgyhogy Lottinak alapból például pihenőszékből is használtat fogok venni. Kendőből is használtat fogok venni, vagy lehet, hogy kölcsönzök, és akkor majd azt megveszem, mint a csatos hordozónál is úgy volt, hogy egy ideig kölcsönöztem, aztán utána már inkább megvettem, mert hogy nagyon sokáig kölcsönöztem, úgy voltam vele, hogy jobban járunk, hogyha már az enyém lesz. Szóval én egyáltalán nem zárkózom el attól, és szerintem egyáltalán nem ciki, hogyha valaki használt cuccokat vesz a gyereknek. Ugye Lilinek ilyen szempontból már nehezebb, hiszen ő alapból ruháknál is, ugye egy ekkora gyerek már jobban leamortizálja a ruhákat, tehát Lilinek is csak kb. 68, nagyon, nagyon kivételes alkalmakban 74-es ruhákat vettem, használtam, mert utána már egyszerűen így nem volt olyan, amilyen nekem megfelelt volna, meg amúgy tök durva, hogy képesek annyira árulni a ruhákat, mint hogy megveszem újonnan. Például egy Houndoms bedér simán elkének 700 forintot. Oké, mit tudom, ilyen 1500 forint a boltban, de akciózás során megkapod akár 500 forintért is. Szóval néha picit azért el vannak szállva az árak. Úgy tegnap megérkezett a babakocsi, és hát én úgy szerettem volna, hogy majd olyan április eleje fele vesszük át, hogy addig se kelljen tárolni. De természetesen Zsolti nem bírta ki, és tegnap elment és átvette. Vagy hát pontosabban tegnap előtt este szóltak, hogy megérkezett, és akkor tegnap az ebédszünetében úgymond Zsolti elment és átvette. Teljesen oda van ezért a babakocsér. Egyrészt itt tényleg gyönyörű, nagyon-nagyon tetszik, majd megmutatom nektek ma. A másik meg az, hogy ugye készhették neki ott a dobozból, megmutatták, hogy hogyan kell összerakni, meg mit, hogy, merre, ugye mindent megmutattak neki, és utána nem is rakták vissza a dobozba, hanem csak így egymásba pakolták ugye az alkatrészeket, és akkor úgy könnyebben ki tudta vinni a kocsihoz, mint hogy ugye az egész nagy doboz cipelje, meg szerencsére nem hozta haza a dobozt, hogy nem kell nekem tárolni a szemetet. És hát viszonylag messze tudott megállni a bababolttól, és ugye végig kellett tolni az utcán, hát a belvárosban csodálatosak az utak, és teljesen el volt ájulva, hogy mennyire könnyű volt tolni a babakocsit, úgyhogy ugye minden cucc benne volt, tehát hogy azért nehéz volt, mint ha kb. Egy gyerek lenne benne. Mennyire könnyű volt irányítani, mennyire jól vette az akadályokat ugye a bukkanókon, meg az ereszeken, vagy ilyen csatorna vigyókon, na, értitek? Szóval nagyon-nagyon oda volt érte. Én itthon tudtam csak kicsit dologatni, itt a küszöbökön ugye mentem át vele, és tényleg nagyon-nagyon jónak tűnik. Meg gyönyörű, brutálisan nagy, nagyon-nagyon-nagyon nagy ez a babakocsi. A liftbe szerencsére befér. Viszont nagyon durván nagy, és ahhoz képest, hogy milyen nagy, ahhoz képest, hát a Lili kocsia az övé sokkal kisebb volt, mégis nehezebb volt irányítani. Úgyhogy hát nagyon imádom én is ezt a kocsit, de majd megmutatom nektek. Amúgy így beszélgetés közben én nem tudok sminkelni. Megnézem, mit csinál Lili, bár ahogy hallom, még nézi a reggeli meséjét. Aztán adok neki valami reggelit, mert hogy a kisasszony nemrég kell csak. Úgyhogy mindjárt adok neki reggelit, főznöm nem kell, mert tegnap csináltam egy bazi nagy adag húslevest, majd sajtos rudat csinálok, mert az volt Lili kívánság, hogy ő sajtos rudat szeretne, úgyhogy azt majd mindjárt összedobom. Aztán ennyi, meg majd megmutatom nektek a babakocsit, meg ilyenek fognak a mai napon történni. Össze is állítottuk Lilivel a sajtos rudat.
Szeretek vele főzőcskézni, bár tény is való, hogy dupla annyi idő, míg elkészülök, mint nélküle. Nem tudom, mit kezdjek ezekkel a pillangókkal. Ugye, amíg még ezen a falon voltak, addig két oldalú ragasztóval voltak felrakva, és tök szépen ott maradtak. Most ugye átkerülnek az új helyükre, és felraktam két oldalú ragasztóval ugyanúgy, és mint láthatjátok, leesett az összes. Szóval hadd mondjam, mit csináljanak magukkal ezek a pillangók. Na mindegy. A lényeg az, hogy most úgy döntöttem, hogy kimosom Lotti ruháit. Még nem vettem Baba Barát mosószert és öblítőt, viszont az egyik boxba, ott tudjátok, ez a kismamás akármi, tehát az egyikben volt Szilán, meg Ariel, azt hiszem, termékminta. Jó. És alapból azokat is használtam. Úgyhogy szerintem az tök jó. Úgyhogy az pont van egy akkora adag. Az pont van egy akkora adag, hogy akkor ezeket a ruhákat kimossam. A vasalással viszont fogalmam sincs, hogy mi legyen, mert utálok vasalni, és most hát az a tervem, hogy hát nem tudom, hogy lesz-e időm vasalni, hogy őszinte legyek. És most az a tervem, hogy ugye simán szárító programmal megszárítom a ruhákat. Szerintem egyben összemosom az összeset, egyiknek sincsen olyan élénk színe, hogy ez problémát okozzam. Vagy azért hajtogatom, mert úgy nem gyűrödik ugye annyira sima mosásnál sem, úgyhogy én mindig hajtogatom a cuccokat. Na szóval, hol tartottam? Ja igen, hogy simán szárító programmal megszárítom, és szépen elrakom őket, és aztán meg majd hát elrakom, azt majd meglátom, hogy lesz-e időm esetleg arra, hogy én itt vasalgassak. Szerintem nagyjából meg vagyunk amúgy a ruhákkal, nem akarok olyan sokat venni, mert Lilinél rengeteget vettem, és egy csomó olyan ruha volt, amit egyáltalán nem is tudott használni, mert hogy ugye közben átnőttük. Úgyhogy most az a terv, hogy még egy pár darab rugdalózót veszek, mert rugdalózója még nincsen a kisasszonynak, azt hiszem csak egy darab. És én, hát amikor a köldökcsont mielőtt leesik, előtte is rugdalózót szeretnék használni vele, mert hogy gondolom az neki kényelmesebb lesz, tudjátok, amíg ott a köldökcsont, ez az egyik. A másik meg az, hogy basszus, nagyon sok ruhája van. Hogy én Lilinél is úgy csináltam, hogy esténként, csak hogy érezze, hogy este van, és most már este van, nem ilyen nadrágot, tehát hogy alapból mindig, Lilinél is úgy csináltam, hogy alapból napközben mindig nadrág van volt, egy bodyval, vagy pulcsival, vagy hát ugye időjárás függő, viszont estére mindig megkapta a rugdalózót, hogy ezáltal is tudja, hogy este van. Szóval az lényegében pizsi a rugdalózó nálunk. Na, akkor ezeket most bedobom a mosógépbe. Délután 4 óra van, befejeztük a sajtos rudat Lilivel, sőt, ő már evett is belőle. Én ma nem főztem, mert tegnapról maradt kaja, viszont ebédkor kivettem húst a fagyasztóból, mert most már délelőttem olyan semmilyen. Nagyon-nagyon fáradt vagyok délelőttönként, meg olyan lassú. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor most megfőzöm a kaját. Szerintem kör is csirke lesz, de majd meglátjuk. Illetve a délután folyamán... Úristen, de ki van száradva itt a bőröm. Itt nem. De itt nagyon. Fú, ez nagyon durva.
Na, illetve délután folyamán megcsináltam a képkeretekbe a képeket, amiket ugye még az előző vlogban mutattam. Hát nem rajzolva lettek benne képek, úgy kiderült, hogy gyakorlás után sem tudom megrajzolni még a legalapvetőbb dolgokat sem, úgyhogy nyomtattam ki képeket, és akkor azokat helyeztem bele. Zsolti azt mondta, hogy szerintem nagyon cuki, Andi is azt mondta, hogy szerintem nagyon cuki, meg szerintem is nagyon cuki, de nem mutatom meg. Lassan kész lesz amúgy a szoba. Jövő hét pénteken érkezik a komód, és ez már 1000%, és hogyha összeraktuk a komódot, akkor már meg fogom nektek mutatni a szobát, mert akkor addigra már akkor kész leszünk vele. Lotti ruháit elraktam, nem vasaltam, azt majd szerintem majd így szépfokozatosan, meg rájöttem, hogy kéne szerezzek ilyen fiók rendezőt, hogy átláthatóbb legyen a kis fiókja a törpic úrnak, úgyhogy ennyi, Lili most tök jól el van, úgyhogy akkor én elmegyek, és akkor megfőzöm a holnapi ebédet. A babakocsit azt azért nem mutatom meg nektek, mert hogy az előbb elkezdtem megmutatni, de amikor kicsomagolom, akkor ugye oda jön Lili is, mert hogy nagyon érdekli, meg tologatja, meg mit tudom én, tehát hogy cipzározgatja össze-vissza, meg pakolgatja ő is, és így nem tudom nektek megmutatni, úgyhogy ezt majd este fogom ezt a babakocsit megmutatni nektek, valószínűleg nem lesznek olyan jók a fények, de legalább nem sertepertél ott Lili és tolja le mondjuk a babakocsit, miközben mutatni akarok valamit, úgyhogy avval még mindenképpen jövök. Már 9:45-ben és Lili elaludt, úgyhogy akkor most meg tudom nektek mutatni a babakocsit, amit ugye elhozott tegnap Zsolti. Ez egy Kunert Mila nevezetű kocsi, talán ilyen cipzáros, hát semmi nem látszik már, mert sötét van, de ilyen cipzáros az alsó kosár, baromi nagy kerekei vannak, és baromi nagy rugók vannak a kerekein, és hát nem tudom, mennyire látszik a színe, de ez egy ilyen púder rózsaszín, és imádom, amúgy tényleg nagyon jó tolni. Ez hozzá a hordozó, de tehát, hogy alapból ilyen a hordozó, tehát ezt nem külön vettük, hanem a hordozó az egyszínű anyagból készül, tehát az fönn is van a netem. Van hozzá lábzsák, meg ilyen, ugye, mi az árnyékolószerűség, meg egy ilyen pihepuha, amúgy ez tényleg tök jó puha, egy kis újszülött szűkítő, és hát nem tudom most, nem tudom, hogy mit kell mondani a babakocsiról, mert hogy nem nagyon szoktam babakocsikról olyan sokat beszélni. Van egy pelenkázótáskája, egy bazi nagy pelenkázótáskája, két oldalt is lehet belerakni a cumis üveget, állítható a nem kormány, mi ez? Tolókar? Állítható a tolókar, fogantyú, amit most nem tudok megmutatni, mert egy kézzel fogom a kamerát, illetve ami nagyon tetszik nekem a mózes kosárba, egyrészt, hogy tök nagy a mózes kosár. Segítek lehajtani a tetejét. Ez már Zsolt is segít nekem. Itt kell. Ott kell nyomni, aha. Köszike. Szóval állítható a háttámlája. Ó, baszki, egy kézben nagyon nehéz. Köszi szívem. Adj. Na, így már látjátok is, szóval állítható magasságú a mózesnek így külön a fej része, és ez tök jó, mert Lilit elég gyorsan át kellett raknom a sport részbe, mert nem látott ki, mert ilyen 4 hónaposan is utálta, de ez tök jó. És ami nagyon tetszik még, hogy mind a két irányból fel lehet rakni a mózes kosarat is, meg a hordozót is, meg a sport részt is, tehát mind a kettő forgatható. Itt van amúgy a sport rész, ez is tök jó nagy, ugye mindenhez van lábzsák, meg azt hiszem a sportrészhez adtak szúnyoghálót, meg esővédőt is. Szóval itt a sportrész, ez is ugye több fokozatban állítható, és tökre, egy kézzel nagyon nehéz. Várjátok, lerakom ide. És akkor megpróbálom megmutatni, hogy mennyire lehajtható a... Szóval itt teljesen lehajtható a kupolája a sportrésznek. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon tetszik benne, meg hát nem tudom, tehát az egész... Annyira nagyon szép, annyira imádom, olyan gyönyörű, és tök könnyű összecsukni is. Majd szerintem a vlogokban majd láthatjátok ezt a babakocsit egy csomószor, és amúgy tényleg nagyon, tehát egy kézzel is simán lehet tolni. Úgyhogy egyelőre úgy
tűnik, hogy tök jó választás volt. Ja, és nagyon könnyű. Tehát maga a váz is tök könnyű, ugye alumínium vázas, illetve a hordozó is. A hordozó is hiper-szuper könnyű. Úgyhogy ez is jó. Mikor megrendeltük, akkor utána felhívott a srác, mikor megérkezett, hogy más színű a hordozó, és hogy úristen, kicserélje. De én a neten, amikor megrendeltük, utána néztem, és tudtam, hogy nem ilyen, hát nem tudom mennyire látszik, de ez egy ilyen púder rózsaszín szín, majd szúrok be egy képet, hogy ez alapfényben hogy néz ki. Szóval, hogy nem olyan színű a hordozó, de engem ez egyáltalán nem zavar, a hordozót úgysem sokat fogjuk használni szerintem magán a kocsin. Ugye még rajta van a nájlon, meg ilyenek, tehát még azért nem bontottuk ki teljesen. Illetve ami fontos, hogy erre mindenképpen veszek egy mózes kosár lepedőt. Igen. Hogy ne ezt kenjük össze. Ugye ez teljesen levehető, meg mosható, meg minden. Szóval így néz ki a babakocsi, mert 4,5 perce beszélek róla nektek. Így néz ki a babakocsi, szerintem szipi szuper, és úristen, ez a szín, hát tényleg nem látjátok, de gyönyörű ez a szín, majd rakok be mindjárt képet. Most jelenleg így tároljuk, így egymásba pakolva, lefedve egy nájlonnal. Ugye ebben a nájlonban volt benne. Így lefedjük, és akkor most jelen pillanatban még a gyerekszobában van, aztán, hogyha megjön a komód, akkor ez kikerül majd az ebédlőbe egyelőre. Ennyi lett volna mára, nagyon fáradt vagyok, úgyhogy én el is rakom magam holnapra, megyek, lezuhanyzok, meg nem túl jó a gyomrom, úgyhogy szerintem veszek be valami gyógyszert is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!